A kaptára körül nincs nagy élet. A borult hideg idő miatt alig repkednek a méhek, a méhészek pedig rossz kedvén bontogatják a kaptárakat. Hát nehéz, egy ilyen keret három kilómban. Pedig az akác virágzás közepén tartunk. Ilyenkor kellene begyűjteniük a méheknek a legtöbb nektárt, de idén nagyon kedvezőtlenek az akác is kilátásai. Már a februári rendkívüli hideg, de még inkább az áprilisi fagyok tönkretették az akác 90 át Ez az oka, hogy csak a fák tetején látható virág. És még ez sem volt elég. A virágzás a szokásosnál két héttel korábban kezdődött, és a hirtelen jött hideg miatt le is állt a gyűjtés. Is. Egyelőre tehát egyáltalán nincs méz a kaptárakban, talán a hétvégi időjárás némileg javít a helyzeten. Sajnos nagyon rosszak a kilátások, illetve az elmúlt pár nap jó idő után beköszöntött egy hidegfront, amely talán egész hétre kitart, és csak a hétvégére mondanak némi felmelegedést. Bizakodóan várjuk az jó eredményeket, sajnos az idei év meg sem fogja közelíteni termés tekintve a tavalyi éveket, lényegesen kevesebb akácmész termés lesz. A tavalyi évben közepes volt a termés mennyiség, ami azt jelentette, hogy egy család 20 kg akácmézet tudott gyűjteni. Idén jó, ennek e egy negyedét sikerül előállítani, de az is lehet, hogy egyáltalán nem kerül friss akác mézezővegekbe. az üvegekbe. Hogy aztán ez mennyivel emeli meg a mézárát, egyelőre nem lehet tudni, hiszen lehet, hogy a felhalmozott mézkészletek kompenzálják az idei kiesést. A méhészek minden esetre azt mondják, ha akác nem is lesz, más virágmézekről egész biztos nem kell lemondani idén sem.